1217. november 2-án kiad a brit kormány egy nyilatkozatot, elhoztam az egész szövegét, nem hosszú, úgy hívjuk, hogy ú, Balfour nyilatkozat, ebben lényegében vállalja London, hogy támogatni fogja a cionista programot. Miközben ez a program megvalósul, tehát valamiféle zsidó nemzeti otthon létrejön ott, a közben nem érheti semmilyen sérelem, jogi sérelem, politikai hátrány, a már ott élő nem zsidó közösségeket, ugye ez, ezek nem lehetnek mások, csak az arabok. Itt jön a harmadik vas a tűzben, az angolok részéről, elkezdenek támogatókat keresni a cionista mozgalomban is. Nem fogok most beszélni a cionista mozgalomról, meg hogy mi ez, meg miért jön létre. Egyetlen egy megjegyzésem azért lesz, az, hogy ez, ez nem közelkelti probléma, hanem ez egy európai probléma. Itt jön létre, ugye Európában, főleg Közép-Európában a cionizmus, és a megoldási javaslatai viszont már a közel-keletet fogják érinteni. A cionisták, a cionisták keresni fogják a háborúban, ez is egy nagyon érdekes történet, mindkét oldalnak a támogatását egyébként a céljaikhoz. Végül is az angolok a világháborúnak a körülményei miatt hát, beleegyeznek abba, hogy támogassák őket. Erről hosszan tudnék mesélni, hogy az angolok miért döntenek végig úgy, hogy a, a, cionista programot támogatni fogják. Felhívnám a figyelmüket Haim Weizmannra, a cionista szervezet akkori vezetőjére, aki rendkívül aktív és, és, nagyon hatékonyan képviseli az érdekeiket, illetve a kormányban, a brit kormányban Balfour külügyminiszterre, aki pedig egy ilyen szionista szimpatizáns politikus, sokan vannak rajta kívül a kormányban, ha bár vannak a cionizmusnak ellenfele is, az egyikük furcsa mód a kormány egyik zsidó tagja, Edwin Montagu. Ennek a harmadik vasnak az lesz a vége, hogy 1917. november 2-án kiad a brit kormány egy nyilatkozatot, elhoztam az egész szövegét, nem hosszú, úgy hívjuk, hogy Balfour nyilatkozat, ebben lényegében vállalja London, hogy támogatni fogja a cionista programot. Nagyon érdekes, azért hoztam el a dokumentumot, mert a háború után a a cionisták úton útfélen hivatkoznak a Balfour nyilatkozatra, mint az ő céljaik legitimációs eszközére. De azért nézzük meg a szöveget közelebbről, legalábbis két pontját, amit kiemeltem pirossal is. Az egyik az az, hogy a kormány, a brit kormány nem zsidó nemzetállam, állam vagy nemzetállam létrehozását támogatja ebben a szövegben, hanem nemzeti otthonról beszél. National Home, ezt, ezt tartalmaz az eredeti szöveg, tehát nem nemzetállamról beszél. A másik megjegyzésem pedig ugye arról szól, hogy miközben ez a program megvalósul, tehát valamiféle zsidó nemzeti otthon létrejön ott, a közben nem érheti semmilyen sérelem, jogi sérelem, politikai hátrány a már ott élő nem zsidó közösségeket, ugye ez, ezek nem lehetnek mások, csak az arabok. Ezt a részt nem szokták annyira hangsúlyozni egyébként.